lesz. Sziasztok! Ez itt a Kisles harmadik évadának 17. adása. Várjál már egy picit, főnök, nálunk holnap kukásnak van, ki kell raknom a kukát. Várj! Hán, rakd már ki a kukát! Kiraktam, berakta, várjál. Berakta a kukát. Dobd már ki a kerítésen kívül. Szóval, hát nem tudjuk, milyen lesz ez a mai adás, de előre is elnézést kérünk mindenkitől. Kezdjük azzal, hogy mit láttunk a héten. Én két lincsüpping meccset, meg egy volánt. Ezt a ligára majd akkor fizetek be, ha működik. Igen, sok kommentet olvastunk, hogy nem működik, vagy akadozik, vagy egyáltalán nem megy. Én legalábbis személy szerint nem tapasztaltam problémát, hiszen ugyanúgy vagyok vele, mint Albi, hogyha majd biztosan működik, akkor majd fizetek érte. Ellenben nagyon sok kommentet olvashattunk, hogy nem. Biztos, hogy nagyon sok embernél működik, mert nem mindenki kommentel, vagy, és akkor itt vessünk fel egy másik témát, és beszélgessünk erről, vagy egy kicsit megcsömörlött már mindenki ettől az egésztől. Mert olyan kevés komment jött ezen a héten a Facebookon is, hogy olyan, mint hogy egy picit úgy beleunt volna mindenki. Vagy csak mi érezzük így? Én mindenképpen. Tehát én a hét elején még befizettem, meg nem mondom melyik meccse, kettőre is. Mind a kettőnél akadozott az adás. Sok kommentben is ezt olvastam, vagy másoknál is, és akkor úgy döntöttem, hogy majd ha nem olvasok millió kommentet arról, hogy már megint nem láttuk a komplet harmadik harmadot, mert ilyen is volt, akkor majd befizetek, és nem a pénz miatt, hanem bosszant, hogy összeveszek az asszonnyal, hogy nem megyünk sehova, mert én meccset akarok nézni, meg mit tudom, én leülök, és nem nézek meccset. Hát akkor faszom, akkor inkább megyek valahova. Az asszony meg elment valahova. Akár, érted? Az de akkor néztem nagyon jó két meccset a Linköpinggel, és az első nagyon jól ment a Vili, óriási tempó van, nagyon jó szurkolás, végig énekelnek a szurkolók. A második meccsen nem volt kommentár, csak a zajmikrofon. Élmény, tehát egy élmény nézni a meccseket. Bocsánat, figyelj, már én ott hallottam kommentet. Nálam volt? Lehet, hogy más linket nyitottál meg? Valószínű más linket nyitottam meg. A harmadik harmadra volt. Egy csajsz kommentált, és nem értettem, amit mond értelemszerűen, mert és védem egy picit gyenge, de úgy éreztem, hogy ő érti a játékot, a csaj. Tehát akkor sziszent, amikor olyan helyzet volt. Meg ráadásul nagyon sok angol szót használnak a svédbe, vagy lehet, hogy ezek ilyen szakszavak is, attól ők is az angolt használják, de igen. Tehát két nagyon jó meccs volt. Két nagyon jó meccs volt. Az elsőn ugye a Willi sok pontot csinált, gólt lőtt, gólpaszt adott, tényleg nagyon jó meccs volt. A második is nagyon jó meccs volt, ugye ott a Timra a liga utolsó előtti csapata, akitől kikaptak. Az nem sikerült annyira jól a Willinek az első kiállításából, gólt kaptak, utána próbált blokkolni, abból is gól lett. De ott az első meccsen valami bohóc sapkát is megkapott, láttam a videót. A igen. Aztán ki is zavarták meg a szurkolótábor elé. De ott óriási élmény volt, tehát a második gólja után bemondta a hangos, ugye, hogy Vilmos, tömeg, Galló. Ezt háromszor, és utána egy két percig énekelték a nevét valami dalba foglalva. Csak aztán jött a válasz is, tehát a 5-4-re vezettek, és 5-5 egyenlítés, és hamar jött a válasz, ott abban maradt. De óriási élmény volt nézni a meccset, és amikor kérdezgetünk játékosokat, akikkel beszélgetünk, hogy mi a különbség ligák között, hatalmas. Ez is, de a tempó és a koncentráltság, ugye mindig mondjuk, hogy nincs elég versenyhelyzet a fiataloknak, a ligán belül is, még a felnőtt ligában is, ott nem látszik, hogy valaki felegyenesedve korcsolyázgat. Korongvezetés. Ugye ez a vezeti a korongot jobbra-balra teszi, ahogy vezeti a korongot az ütőt. Egy Erste Ligában így tak-tak-tak, a svédben így tak-tak-tak-tak-tak-tak, és lő. Te azt felejted el, hogy Európa legjobb bajnokságáról beszélsz. Tehát nem a... Persze, de oda akarunk. Tehát azt szeretnénk, hogy legyen NHL játékosunk. 15-tel.
azt szeretnénk, hogy legyen Erste vagy NHL játékosunk, rettentő messze vagyunk tőle. Tehát olyan koncentrált, végig 100%-on vagy a fölött teljesítő játék van, összehasonlíthatatlan. És egyébként múltkor olvastam én is egy kommentet, pont a Williről, amikor így jól ment, hogy egy-két jó szezonnal még az NHL is elérhető lenne. Hát én ezzel, én nagyon szeretem a Willit, meg imádjuk, amikor jól játszik, gondolom ő is, de szerintem az NHL még neki is egy nagy lépcső lenne. De jó volt a komment, tehát ahhoz folyamatosan egy-két szezonon keresztül, ha jól teljesítesz, benne. Én szerintem nem az a kérdés. Szerintem nem az a kérdés. Figyelj, nem az a kérdés, hogy a Willi NHL szintű játékos-e, mert bármennyire is gondolom nem sértődik meg azon, ha azt mondom, hogy nem az. De nem minden NHL-ben játszó játékos NHL szintű játékos. Kijött neki, és oda került, és jó lett. És nagyon sok NHL szintű játékos pedig oda került, és nem jött ki neki a lépés, és nem lett belőle semmi. Nagyon sok ilyen példát tudnánk felhozni. Nem is. Biztos bocsánat, hogy a Willi vágyna az NHL-be, az egy tényleg olyan húsdaráló, az egy ilyen húspiac. Hát ráadásul nézd azt, hogy a svéd bajnokság középcsapatától egy kicsit lejjebb lévő csapat harmadik sorából hozza azt a teljesítményt, amit hoz most. Tehát az szerintem nagyon rendben van. Lesz ő még ott előrébb is. Hát nem azt mondtuk, hogy izé. Még nem játszik emberelőnybe, még nem játszott a hosszabbításban, nem kapott csak egy cserét, bár ott majdnem gólt lőtt, a büntetőknél nem lőtt, de gondolom ez majd hát három meccse van ott, négy. Hát meg az a betegség, igen, amiről beszéltünk már múltkor is, hogy az nagyon keresztbe tud csapni. Úgyhogy persze. Na mindegy, szóval én is beköszönöm az a gondolatban. Hát igen, tehát nagyon fényévekre vagyunk. Amikor kérdezik, hogy mi a különbség bajnokságok között, akkor így látni a lépcsőket. Az Erste, az Ice Liga, SHL, tehát ha így nézel meccseket, akkor látod, szintisztán látod, hogy mik a különbségek. Osztott képernyővel kell nézni, majd ide kiteszel egy svédet, az Erste Ligát. Azt hiszed, hogy a visszajátszás nézed, de lassú. Hát meg akadozik a játék, akadozik a kép is néha. Hát már lehet, ahogy írnád ki, hogy Erste, csak az R betűvel kezdenéd, R, R. Erre nem te nézed. De nem ez a... Nem ez a nem, nekünk magyar játékosokat nem az NHL-be kellene eljuttatni, hanem a Dell-be, a svájci bajnokságba, a Finnbe és a svéd első osztályba kéne eljuttatnunk. Aztán a következő lépés, én szerintem, de ez abszolút szubjektív vélemény, utána a KHL-be kellene eljuttatni magyar játékosokat, és majd, mit tudom én, 15-20 év múlva, vagy 30 év múlva legyen egy vagy két NHL játékosunk. Én azt gondolom, hogy nem? Szóval hamarabb nem baj. Nagyon profi körülményeket kéne megteremteni, profi hozzáállást, és professzionális bajnokságot kéne rendezni. Tehát amíg egy Winter Classic volt 10 év alatt, meg egy All-Star gála, meg ilyen bajnokság, meg olyan magyar kupa, hogy minden évben másmilyen lebonyolításba, addig szerintem nincs miről beszélni. Azt szerintem a kupát ne keverd ide. Abban viszont egyetértek én is, és gondolom ti is többiek, hogy ezeket a... Tehát attól is lesz valami profi, hogy tervezhető. Ugye volt egy a héten, a múlt adásban említettük azt, hogy nincs fix meccs nap, meg mit tudom én, és elég érdekes komment csata, vagy beszélgetés alakult ki ez alatt az előző heti adás alatt. Volt olyan játékos, volt olyan nézőnk, aki azt írta, hogy hát milyen az Erste Ligában tök jó fix meccs napok vannak, és az Ice Ligában meg nem. Én megcsináltam az összehasonlítást, és nem erre akarok elmenni, hogy az Erste Ligában egyedül a Fradinak van 4 olyan nap egy héten, amikor játszott, a többieknek 5 vagy 6. Tehát a 7-6 napján játszottak már meccset, pedig még a bajnokság felénél sem tartunk. Az is de, hétfőket, szerda vagy csütörtök? A szerda nem, tehát egyedül szerdán nem játszottak meccset eddig az Erste Ligában idén. Akkor de nem tervezhető, szerdán nem nézze meccset. Így van. De nem ezt akartam belőle kihozni, hanem amit még Kerusz is írt rá, hogy mennyivel több mindennek kell megfelelni az Erste Ligának, mint az Ice Ligának, és hogy az Ice Liga az úgy finoman fogalmazva is pont leszarja, hogy te mit akarsz,
ő eldönti, és aztán ha ez tetszik neked, akkor elfogadod, ha nem tetszik, nem fogadod el. A gondom ezzel csak annyi, és nem akarok sem Kerusszal, sem senkivel vitatkozni, csak én személy szerint, mint szurkoló, mint objektív jégkorongot szerető emberke, én azt gondolnám, és itt jön a kérdés, hogy akarunk, vagy nem akarunk profi bajnokságot. Tehát az egyik opciónk az az, és akkor tételezzük azt fel, hogy mindenki azért dolgozik, hogy ez jobb legyen. Az egyik opció az az, hogy kineveljük a játékosokat fiatalon, amilyen fiatalon csak lehet, elküldjük őket nyugati bajnokságokba, Északra, Skandináviába, és lesz egy tök jó válogatottunk. B verzió, építünk egy nagyon profi bajnokságot, nagyon profit, amiben határozott szabályok és határozott irányvonal van, és tervezhető idén már a jövő év, nem meccsnapra, de tudod, hogy mikor lesz a következő Winter Classic, tudod, hogy mikor lesz a következő All-Star Gála, stb. Tehát tudod ezeket a dolgokat. Az NHL a szezon kezdetekor megmondja, hogy január 1-én Winter Classic van, az a kérdés csak, hogy ki fog akkor játszani. Érted? És nem az NHL-nel akarok én versenyezni, mint Erste Liga. Csak azt mondom, hogy ezek a lehetőségek, ezek szerintem nem pénz kérdése. Pláne most, hogy van is pénz. Hanem ez pusztán nem is feltétlenül akarat, talán cél. Hogy mi a cél? Hova akarunk mi eljutni? És most én azt érzem, liga szinten, szövetségi szinten nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Jobbat akarunk. Milyen jobbat? Sokkal jobbat. Tehát mikor akarjuk? Most. Ennyi. Sok igazság van abban, amit mondasz, akár a Kerusznak is biztos igazán, hogy sok szempont, de ez a liga erejét szerintem mutatja, vagy inkább pontosan, hogy a gyengeségét, hogy mi így meg akarunk felelni mindenkinek. És persze nem lehet úgy, hogy az asztalra csapsz, és akkor ez van, és akkor két csapat indulna, a többieknek nem felelt meg. Tehát biztos kell itt komoly kompromisszumokat kötni, de abban viszont tuti neked igazad van, már hogy így tervezhetővé kell tenni. Azzal viszont nem értek egyet, hogy nem a NHL-lel kell versenyezni, mert a legjobbhoz kéne igazodni. Tehát ha tőlük lehet tanulni, akkor legalább ezt a szervezettséget tanuljuk meg tőlük, bakker. De erre mondtam én azt, hogy nem jobb bajnokságot, vagy itt kell elérni. Majd ezt kivágod, mert nem jut eszembe. Várj, akkor mondom én a diszontokhoz. Visszatérve Fodrosnak a mondatára, hogy szerintem ez a kettő meg nem zárja ki egymást, amit te mondtál. Tehát az, hogy kineveljük a jó játékosokat és elküldjük, és mellette egy profi javuló bajnokságot, egyébként javult az Erste meccsek színvonala, amiről többször beszéltünk, a játék színvonala javulgat, de maga így az egész közeg színvonala az nem. Ugye csökkennek a nézőszámok, ugye erről is a múltkor beszéltünk, hogy sok összetevő, és erről is megkaptuk, hogy már pedig itt nem lehet többet, mert nem tudom miért, tehát hogy ez a maximum, amit nem hiszek el, meg hogy tényleg nem hiszem el, hogy akár igen, Albi említett a mai napon ezt a hogy két meccs volt ma tüskébe, hogy nem lehetett volna erre ráhúzni valamit. Mikulással, bazd meg. Itt van december, nem tudom, mindjárt. Mit bár? Hóemberrel, vagy Mikulás előtti, nem tudom. Kettős rangadóval valami igen, programot közé, a két meccs közé bármi. Adventi vasárnap. Igen. Hát első pontosan, igen. Na, nem kell sokat gondolkodni, hogy valami eszedbe jusson. Tehát, hogy Adventi Hockey Night. Bármi. Hát igen. Eszembe jutott, mit akartam mondani, hogy ugye az idősávokat is próbálgatjuk, hogy hova kéne rakni, hogy nézzék a hokit. És nem üres idősávot kéne találni, hogy hol nem ütközik semmivel, hanem azt elérni, hogy azt válasszák. Figyelj, annak idején, amikor elindult a Darts Premier League, és most idehozok egy olyat, amit ugye látunk, mert ezt a tévé közvetíti. A mai matinét sem közvetít. És milyen érdekes, bocs, hogy a szabadba vágok, hogy a Darts-nál még nem fordult elő az, hogy a feléné kapcsolódtunk be. És ha úgy is történt, akkor nem azt mondta a riporter, hogy az első harmadban úgyse történt semmi.
Jó, hát, várjál, volt pár ütközés. Volt két tripla 20, meg egy egyes. Az az akkor, amikor mi játszunk. Azt akartam elmesélni, hogy nekem annyira szöget ütött a fejemben az a mondat, amit talán Medi mondott, de lehet, hogy a Fülöp Laci, teljesen mindegy, hogy ki volt akkor éppen a mikrofon mögött, elmondta azt, hogy a Darts Premier League-et, ugye a PDC nem lehet összehasonlítani szinte semmivel azt a profizmust, ahogy ők a marketinget összerakták. De a Darts Premier League az egy külön extra történet ebből a szempontból, mert egy folyamatosan minden héten zajló eseményről beszélünk. Az a top termékük. Így van, és ők tudod, mit csináltak? Konkrétan megnézték a versenynaptárat Angliában és Nyugat-Európában. És azt mondták, hogy mivel tudnak versenyezni? Keddel, szerdával nem, BL-lel nem tudnak versenyezni, az nem játszik. Péntek, szombat, vasárnap helyi foci bajnokság van, kocsmasportról beszélünk, mindenki szereti a focit, aki a dartsot szereti szerintem. Péntek, szombat, még a péntek szóba jöhetett volna, de azt mondták, hogy legyen csütörtök. Az Európa Ligát verjük, és fixen csütörtöki napon játsszák a meccseket. És ők megnézték azt, hogy mi az. Ugye hétfő Monday Night Football-lal nem versenyzünk. Hát meg hétfőn nem isznak az emberek. Általában. Gyereki táblunkra. Szó. Gyereki táblunkra reggel 9-kor, igen. Nálunk a munkahelyen olyan tábla van kín, hogy hány órával a munka előtt miből mennyit ihatsz, hogy mire bejössz. Ne bukjál meg! Tehát ki lehet ezt matekozni? És mindenhol fél óra írva. Ez a lényeg, hogy meg lehet nézni azt, hogy mivel akar az Eszteriga versenyezni. Nem nézte meg ezt szerintem senki, és lehet, hogy nekünk sem tisztünk, de szerintem próbáljuk meg. Nézzük meg, hogy mi az a verseny, mi az a sport, amit a magyar televízióban, nem most M4-en, hanem úgy a magyar sporttelevízióban közvetítenek, és amivel szemben, most maradjunk itt négyünk között, mert mi elvakult jégkorong szurkolók vagyunk, egy picit könnyebb lesz talán nekünk. Melyik az a sport, amit biztosan inkább a hokit választanám helyette? Kezdem a legegyszerűbb kérdéssel. NB1 vagy Eszteriga? Nekünk nincs. Ez hülye kérdés nálunk, tudod. Tehát, hülye kérdés, mert nekünk a hoki az első, de... B helyett is néznéd a Fradi Újpestet, érted? Rocik foci DB döntő helyett is a Fradi Újpest hokit nézem. Érted? Értem, igen. Hát nekünk ott ez már rossz... ezek a léc. Hol? De mindegy. Ott már ezek a léc, VB döntőnél. De hát nyáron a hülye hokizik. Így van, tehát azt csak próbáltam egy... Jövőre baj lesz. Katarban november decemberben van a VB. Szóval, de ez a lényeg, hogy legalább egy olyan, akkor úgy, mint annak idején az NFL-ben... Bocsánat, szerintem ez azért rossz kérdés, amit te felteszel, mert én nem hiszem, hogy azért nincsenek nézők, mert hoki van, vagy foci van, és akkor inkább a focit nézem. Nem is tudják, hogy van. Nem is tudják, hogy van. De most várj, de igen, de ez a lényeg szerint. Nincs is bereklámozva, ez ugyanazt jelenti, hogy nem tudják, hogy van, illetve nincsenek oda vonzva az emberek. Akkor más mondok. Csináljunk egy minden héten pénteken. Hétfőn, szerdán, ez meg teljesen mindegy, egy olyan napot, amikor biztosan van Eszteriga a meccs, és biztosan közvetíti a televízió, biztosan ugyanabban az időpontban, és biztosan telepszom vele mindenhol az összes média felületet, hogy jövő héten, kedden este 7 órakor a Brassó-Csíkszereda mérkőzést közvetíti a Magyar Jégkorong televízió. Érted? A következő héten a Deac Ferencvárost. Minden klubnak legyen egy olyan meccse, amikor ott azon a napon játszik. Minden fixen legyen egy meccsnap. Egy olyan meccsnap, amikor tuti tévé közvetítés van, minden tuti, és arra tesszük fel az aheti marketinget. De tökéké, mert alap. Tehát, hogy amikor nézünk egy magamról beszélek, nézek egy Tampa meccset ezen a bizonyos websájton, ahol lehet,
És a meccs közvetítés alatt, nem tudom, a második, harmad, tizedik percben az egyik ilyen power breaknél bejön, hogy a következő három meccse hol lesz a Tampának. És hogy a, nem tudom, a TSN közvetíti ekkor, Instant, stb. Vagy hogy elmennek most négy túrára, Vegasba, tök mindegy. Tehát, hogy már a meccs közvetítés alatt bereklámozzák az összes többi hármat. Nem egyszer, valószínűleg többször is, de hány ilyen közvetítésnél láttál ilyet? Akkor mondok olyat, hogy a Linköping meccsein a power break-ekben megmutatják az összes többi meccsnek a góljait, ami addig esett. Így van. Például, de például miért nem lehet egy Gallo-Willi vagy Sebők Balú által fémjelzett csapat meccseit közvetíteni? Tehát miért nem lehet őket hype-olni, sztárolni, mikor ők azok? Hát ők majd, hát ha nem is világsztárok, de magyar szemmel nézve a top játék. Tehát ha egy holland bajnokságot nézni kellett Zsuzsák miatt, vagy lehetett, nem kellett, akkor ezeknek a meccseket miért nem lehet? Akkor mondjuk jó is volt akkor abban a pár meccsen, vagy az a fél szezon, vagy egy szezon, másfél szezon, amikor ott volt, tényleg szerintem így akkor így fölfele ment a karrierje, és volt olyan, hogy meccs előtt, vagy meccs után a Sport egy bazd meg fölhívta. Így van. Tehát, hogy akkor tényleg arra odafigyeltek, nyomták is, érted? Most a blogon olvashatsz a idegenlégiósok között egy mondatot róla. De mióta ezt reklamáljuk, azóta most kirakták a Gallo-Willinek videón a két gólját. Úgyhogy azért mondom, szerintem nagyon sok lehetőség lenne. Tudom, hogy mindent dolgozni kell, és az tök rossz, mert csinálni kell valamit, senki se szeret dolgozni. De... Ez jelenleg az a baj, népszerűség, jégkorong népszerűsége Magyarországon, és a nézettség. Amíg nincs nézettség, hát a nagy stratégiával, meg népszerűsítéssel eljutottunk oda, hogy én, aki 30 éve imádom a jégkorongot, eljutottam oda, hogy nem nézem az Erste Ligát, hanem Linköpinget nézek, meg Volán nézek, és a héten nem néztem Erste Liga meccset. És nem a 200 forint miatt, hanem amit mondtam, hogy azért rendezem úgy a napomat, hogy leülök nézni a meccset, és nem tudom nézni. Hát akkor faszom ül le. Hát mert a svéd ezt a kutyaütő svéd bajnokit meg tudod nézni ingyen. Nem is az nem ingyen. Nem a pénz a lényegért, de igen, de nem de, a pénz a lényegért. De ingyen, és meg tökéletesen. Hanem amit mondtál, hogy meg tudtam nézni. 21. században, ez tényleg most ezt valaki nekem magyarázza, én nem vagyok egy ilyen IT szakember, az gondolom látszik. Ez olyan kibaszott nehéz ezt megoldani. Úgy tűnik az. De mások miért tudják megoldani? Lehet, nem mobilneten kellene. Nem tegnap kezdték. Nem tudom. Nem egy napot tesztelt. A Dokler meg a Jászmin azt szerintem nem akadozik. Beszéljünk vele. A Jászmin biztos, hogy nem. Hát $500 millió egy hónapba, tehát. Naponta, bocsánat, igen. Tehát, hogy igen. Az a zseniális komment volt, amit átküldtem, hogy fiatalkorom legszebb éveit köszönhetem Gattyának. A Stompfitben volt az egyik stúdió. Hogyha most 1990 lenne, ja, nem jó példa, hogy internet sem volt, csak a Népsport. 2000, legyen 2000. De legyen 2000, hogyha akkor akadozik, azt mondod, hogy hát még a technológia nem olyan. A betárcsa. Az meg ember, a Marsról irányítanak egy izét, de innen irányítasz a Marson egy ilyen robotot, akkor hogy a faszomban nem lehet közvetíteni? Tehát, hogy... Hát így. Én még mindig azt mondom, hogy... A robot elveszi a sávszélességet. Bocsánat, igen, meg hogy van rá lóvé. Tehát azt mondják, de én még mindig azt mondom, hogy ugye annak idején nem titok, sokat kommunikálunk, beszélgettünk a Fehérvár média csapatával. Ők nyitottak az újításokra, nyitottak a lehetőségekre. A csapatból? Egy ember tudok a média csapatból egyébként, nem többen vannak azért, de igazából Júlcsi. A Kocsis meg a Júlcsi viszik a hátukon a szekeret. A lényeg, hogy ő mondta, hogy ugye nem fizet. A Digi TV nem fizet azért, hogy az Ice Liga mérkőzéseket közvetítse. Ez meg most van annyi pénz a szövetség, hogy fizessünk mi nekik. Jó, most megint mi. Tehát nem mi, mert nekünk egy fillérünk nincsen, tehát saját pénzből veszük még a sört is. Hát most úszik el a tampán, mert még mindig 2-2.
De hogy miért nem lehet azt mondani, hogy tényleg egy legalább két hetente egy fix meccs nap, amit biztosan közvetít a tévé. Nem ilyen, hogy van egy hónap, amikor még nincs foci, meg mit tudom én, akkor kettőt közvetítek, egész hét, három meccset meg tudunk nézni karácsonykor. Hú, de jó, de addig, bazd meg, november, decemberben nem néztünk egyet se. Jó, de mert az a Spengler kupa Eurosporton. De várjál, de viszont így látunk egy futszál döntőt. Igen, de cserébe a futszál döntőn ráadásul hosszabbítás lesz, és az igazán bosszantó az, hogy ugye ma is volt matiné, de után kettőkor mi a faszon veszi el a műsoridőt a nem magyar jégkorong elől? Az... Olaszban, Udine, nem tudom, mi volt ma. Az a Sport TV-n van. Davis kupa volt, tenisz Davis. De az meg a Dunavördön ment. Az M4-en miért nem lehetett közvetíteni geoblokkal, leszarombaz meg, de közvetítsük, érted? Azt mi látjuk, ti meg le vagytok tojva. De ne, hát tévé közvetítse már a meccseket fixen. Nem tudom, hogy mi ebben a bonyolult. Én most tényleg nem néztem utána ennek, mert nem tudtam, hogy hova fog keveredni ez a mai beszélgetés, mert tényleg nem készültünk rá túl sokat, de tényleg biztos vagyok benne, hogy 3-4 hete az M4-en nem volt jégkorong közvetítés. Egyáltalán. Biztos, hogy nem volt, mert... Tehát most akkor mi van? Közünk rá. Hát... Jó, nem azért, hogy bosszantsanak titeket, de egyébként a, így megy a Tampa meccs. Nem akar? Mobilneten. Nem. Mindegy. Eddig is wifi. Amatőrök. Jó, de kinézi azt, adjad már, kinézi. A Bet365 ki is kapcsolja a fogadási lehetőséget. Ja, hoppá, ez vezet a Minnesota. Egyébként érdekes, hogy az ilyen fogadási oldalakon is, tehát bármilyen meccsre így rák, nem bármilyen, amik adjat, bár rámész, és hibátlanul megy, de olyan lehet, hogy Izland 2. Igen. De belenéztem a Lincsök filmekbe. Hallod, úgy néz ki a pálya, mint a Taurus. ami már nincs. Olyan pályákról közvetítenek meccset. Fiataloknak mondom, hogy jelen pillanatban egy bevásárlóközpont és egy McDonald's, meg egy benzinkút van a helyén. De mi még ott fociztunk. Ja, igen. Másképp mondom, meg van ilyen ausztrál, mint Brisbane, nem tudom mi. Hallod? Ilyen pocakos üzék, tudod. És adja, és nézed a meccset. Tehát a foci... Melyiket nem közvetíti? Én nem tudok róla. Már még nem lehet rá fogadni. De van itt egy 150 ezeres városban lakok, Witness Wide. 150 ezer lakos. Azt is látod. Jaj, az akkora Miskolc. Itt falu. Hát tudom. Szóval picit elkalandoztunk nagyon a népszerűsítés, vagy nem is tudom minek az irányába megint. Én még egy picit visszatérnék a skandináv. Hogy? Ja, nem tudom, hogy honnan kanyarodtunk el. Hát a Gallovilitől. De én visszakanyarodnék Skandináviába, és ugye volt a hétvégén egy másik meccs, ami nagyjából pont ellenkező előjellel vártuk, a Sebők-Balujék meccsét, mert ők meg az elsőhöz látogattak. Ők viszont nyertek, ugye a Linköping a elveszítette az utolsó, vagy utolsó előtti helyen álló ellenfelével szemben a mérkőzést, viszont Sebők-Balujék nyertek, és ami igazából ebben nagyon kemény, hogy mutatnék nektek egy képet, ha tudok. Nem tudok. Nem tudom, hova lett. Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill? Mindjárt megtalálom, ne aggódjatok. Neked mondom, Szarvi, hogy esetleg, ha megnézel az összefoglalót, a harmadik Minnesota gólt érdemes megnézni. Megnézem. A fordulásba úgy felhúzta a felsőbe a Hartman, a hosszú felsőbe. Szóval azt akartam mondani... Erről a Carmieri gólja jutott eszembe most valamiért. Hát a... Vasi akkornak mondta, hogy fog meg a söröm. Tom, akkor most már csak egy gól kell? Már csak egy kell, az jön a pénz. Az lehozzák a kapus nyugodt. Itt van, itt hát van. Hát a 3 perc a legjobb. Hooper lehozza már 3 perc a végén, hidd el.
Az lehozza. Helyes. Ott a JIP, az a kedvenc csapatom. Ezt akartam mutatni nektek, tehát, hogy az első és a hatodik között 3 pont differencia van jelenleg Finnországban. Úgy, hogy az Ilves, aki ugye a hatodik, gyengébbek kedvéért mondom, hogy ez Sebők-Balú csapata, 3 meccsel kevesebbet játszott. Tamperében van. És Tamperében van. Igen, ahol a hetedik csapat is. Tappara. Csak azt rosszul írták. Az de mit akartál ebből kihozni, hogy 3 pontot? Azt, hogy és ez 15 csapatos bajnokság is kurva szoros, és valószínűleg nem véletlenül eladható, és nem véletlenül jó színvonalú. És ugye az Ilvesnek sikerült nyerni a hétvégén, és ezzel nem léptek előrébb a tabellán, de továbbra is ugye stabil jó helyen vannak, és ha jól számoltam, mert mit nem értesz ezen, azt akartam belőle kihozni, vesztett pontok tekintetében a másodikok. Nem, azt nem értem, hogy miért hoztak ide meg kell szerezni. A második legjobb, vagy a harmadik legjobb bajnokságát, hogy mennyire jó és elakult. Mert az elsőről indultunk, utána elmentünk az Erste Ligához, és amikor följöttünk a víz alól, akkor visszamentünk a második fén bajnoksághoz. Okay. Mindig nem értem. A lényeg az, hogy hogy megy a szilveszteribe majd. Szerintem megy a szilveszteribe, mert nem értem, hogy miért hoztuk ide meg fogjuk kapni a hozzászólóktól, hogy most miért hoztuk ide a finn bajnokságot. Hát Finnországban hokit eladni nem olyan nagyon nehéz. Tehát de az, nem akartam eladni. Én azt hittem, hogy ezt az eladás kérdéskört ezt elengedtük, de beszélgethetünk egész adásban erről. Csipegessünk mindenhonnan egy kicsit, ami működik, vagy próbáljunk meg valamit, nem kell az egészet egy-egybe átvenni, hanem tényleg ne a zenét erre hajazzunk, nem kell 30 de csapatot. De Németországban vagy Ausztriában is szerintem a foci az első, nem a hoki. Mindenhol igazából. Hát igen, északon nem. Meg tehát a szervezettséget én azt mondom, lehetjük át a zenétsebből, Finnországban, bárhonnan. Mert van egy olyan sejtésem, hogy mindenhol előrébb járnak, mint mi. Tehát ezzel, hogy mondjuk a finneknél, főleg a fix meccsnapok, mert ott talán péntek-vasárnap játszanak, ha jól emlékszem, legalábbis a legutóbb a fitnixeimen, amit említettem. Azokon a napokon mentek el. Azokon a napokon buktam. Tehát ha az a lényeg, hogy tehát az, abban nem értettem a lényeget, hogy most a első és a hatodik között, hogy milyen jó a finn bajnokság, hát 3, mit csináljunk? Tehát oda nehéz fölzárkózni, tehát mindenesetre az Erste-Ligával kapcsolatban van egy olyan érzésem, hogy minden megoldásra van egy kifogás. Igen, ez igaz. Így van. Ez így van. Ez azért nem igaz, mert... De ez erre így úgy. Megint kifogás aztán keresen. Meg arra. Én erre tudok egy kifogást. És azért nem igaz. Na, meg különben is, mint a Besenyő Pista bácsinak. Megint igazam van. És ha akarom, megint. Ugye? Ugye? Na. Neked mondom, szarvi, Tampa előny jön. Na most te tényleg Tampa meccset nézel közben? Hát mennyire profi, hogy a telefonon nézi, én hülye, meg elfelejtettem. Na. Na, ugye? Na, nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy mi itt most a magyar jégkorongról akarunk beszélgetni, és Tampa meccsről, meg Illes Tamperéről. Meg... Beszélgetünk, és az Illes Tamperét mutatott, hogy a hatodikok. Tehát, így van. Hogy igazából visszaköszön az, amit a legelső bejelentkezésnél mondtál, hogy egy picit belefásult mindenki, és szerintem tényleg mi is. Ez a lényeg. Odáig jutott a népszerűsítés, hogy én, aki 30 éve hokit nézek, nem hokit nézek. Uh-huh. Vagy nem magyar hokit nézek. Karácsonyi vásárba mész. Akár. Például. Chesterbe elmentem megnézni a katedrális, meg a karácsonyi vásár. Igen, tehát azért, igen, ez nem jó. És vagy a komment szekcióban is kevesebb már a komment ezzel kapcsolatban. Így van. Így van. Ez a baj, hogy és ami még egy ilyen érdekes dolog, és tök fura, hogy pont ma jött ez a hozzászólás. A YouTube-on kaptunk egy hozzászólást egy korábbi adásunkhoz, ahol is, ha jól emlékszem, talán pont én voltam az, hogy elszóltam magam, vagy elrontottam a mondókámat, és arról szólt volna, hogy ugye szülői akadémiát indítottak Győrben, és én úgy mondtam, hogy szurkolói akadémiát.
És azt írta a YouTube-on a kommentelő, hogy ez nem is hülyeség. Érdemes volna ezen elgondolkodni, mert a szurkolót is képezni kell. Sőt, ugye arról is beszéltünk az elmúlt adásban, hogy utánpótlást is kellene talán képeznünk nekünk, akik jártunk annak idején fixen meccsekre. De a lényeg igazából az, hogy elgondolkodtató ez a kérdéskör is, hogy nem mindig azt a klubokat, vagy éppen a szövetséget szidjuk. Mi, szurkolók, gondolkodjunk egy picit most azon, mind a négyen úgy vagyunk vele egy kicsit, nem beszéltünk össze, ez tényleg nem a koreográfia része, hogy egy picit megcsömörlöttünk. De nem attól, mert annyi sok hokit kaptunk az elmúlt időszakban, hanem pont az ellenkezőjétől, hogy annyi szenvedést, annyi küzdelmet, annyi hisztit, annyi negatív dolgot láttunk, tapasztaltunk, hogy egy picit elengedtük mi is. És ezért is már a műsor elején elnézést kértem mindenkitől, aki ezt hallgatja, hogy ez most tényleg egy beszélgetős műsor, és nem feltétlenül témákat hozunk föl, meg meccsekről beszélgetünk, meg eseményekről, bár lesz az is, de hogy tényleg az van, hogy beszélgetünk, jól esik beszélgetni, ez az egész műsor erről szólt, még az elején, úgy találtuk ki, hiszen mi beszélgettünk nagyon sokat, csak nem vettük fel. Aztán elkezdtük felvenni, és jutott, ahova jutott a kisles. A mai szerintem egy pontosan ugyanolyan rész, mint amilyen volt mondjuk 3 évvel ezelőtt, csak ugye akkor nem így beszélgettünk online videóval, de hogy beszélgetünk arról, hogy mi a helyzet a magyar hokival, mi a helyzet a nemzetközi hokival, mi a helyzet a Tampa meccsen, meg hogy láttad-e, hogy a Gallo Vili egy 2+3-at összerakott. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amikről tök szívesen beszélgetünk, de valamiért az Erste Liga az most eltűnt, vagy nem tudom, elfáradtunk bele, nem? Így, ahogy mondod. Tehát nincs kedvem leülni, nézni a meccset úgy, hogy vagy nem tudom, hogy fogom-e látni, ha fogom látni, hányszor akad meg, hogy akad meg, lesz hangja, nem lesz hangja. Inkább az a kérdés, amit te feszegettél egy picit. Én most szubjektív leszek, és nagyon magamból indulok ki. Van-e értelme a családomtól időt elvenni emiatt? Mert megtettem hónapokon keresztül, nem kevés időt vett el, nem a kisles, hanem a magyar jégkorong, és nem kaptam vissza azt, amit a családomtól elvettem. Legalább az én számomra visszakapott időt nem kaptam vissza, és ezért én személy szerint már egy picit korábban, mint a többiek, de elengedtem szintén. Sokkal többet kell belerakni, és ez játékos, edző, marketing, és minden szempontból ahhoz, hogy megérje. Játékos meg edző, a meccsek nem rosszak. Igen. Én is azt gondolom, hogy ez leginkább a körítés. Tehát tényleg az a körítés. Tehát legyen az arcunk. Mondok neked egy példát, a Linköping meccsét néztem, Gallo Vili lőtt gólt, mutattak egy vágókép közönség, szülő, 5-6 éves forma gyerek, és apuka így mutatta a sálat a saját nyakába, így rázta a gyereknek, hogy nézd, ezt most ezt kell csinálni, és gyere. És ugye hiányoljuk ezt, hogy mi nem neveljük ki a saját utánpótlásunkat, a szurkolókat, de hol, mikor, miért? Amit mondtam, Winter Classic, All-Star Gála, mérkőzésnapok, matiné, nem egyszer egy helyszín, igazából egy játaklub. Bocs, pont ebbe fásultunk bele, legalábbis én azt gondolom, hogy ugye, ahogy mondtad, beszélgetünk mi egyébként is, meg egy chaten kapcsolatban vagyunk, minden eseményt megbeszélünk, ami megosztja, ez történt, az történt, kukadobás, bármi. Tehát mindenről beszélünk, és picit szerintem abba csömörlöttem én bele, hogy olyan érzésem, hogy hónapok óta ugyanarról beszélünk, hogy mit kéne csinálni a magyar hokiba, és nem történik semmi. Persze nem. Tehát mit tudom én. Jó, de ez nem megy egyik pillanatról a másikra. De nem lát semmi javulás. Mondhatnánk azt is, hogy mindenki küldjön nekem 1 millió dollárt, és akkor hát ha. Ugyanúgy az se történne meg sajnos, de... Vagy 1 millió egyet.
Nem ezt mondtuk, mert annak nem lenne sok értelme csak az én számomra, hanem a nézőszámot, a jobb hangulatot, a magam, a egész jégkorongot picit megemelni. És nem, ettől nem biztos, hogy jobb játékosokat nevelnek ki, de az is egy rész, azt a részét majd csinálja más, nem kell mindent egy embernek, vagy ugyanazoknak az embereknek javítani. De ez megemelni így az egész jégkorongot, tehát picit több néző, picit jobb hangulat, picit több showelem, picit jobb büfé, és utána még egy picit jobb, tehát mindig lehet mindenen javítani. És igen, megkérdezni a nézőket, hogy mi a baj a büfében. Tehát ez is egy, annyit szidják azt a macos büfét, soha senki nem veszi észre a macnál, hogy figyeljetek, mert nem jó az a büfé. Nem az övék. Tehát, hogy a tüskében. Tehát aki... Na de a büfés. A büfés nem veszi észre, hogy büfés ezek nem érdekli. Én értem, hogy ez nem egy állandó, tehát ugye ez mit, hetente, két hetente, akármennyi. Nyilván olyan csinálja, akinek mellette van más biznisze is. De nem érdekel, hogy minél magasabb bevétele legyen azokon a fix alkalmakon? De most ne ragadjunk le a büfére, nem tudtam, hogy mire akarsz kiukadni, de a büfé is egy igen, hogy az is legyen egy picit jobb. Vagy az ráadásul lehet sokkal jobb. De mit tudom én, akkor másik példa, itt a volános büfé. A volános büfé az tök jó. Ugye? És plusz még kiraktak egy lángosos pakker. Tehát, hogy nem az van, hogy jó a büfé, és akkor pipa. Hanem akkor... És amit a Zolika mondott a apukájának, hogy ennél jobbat bent sem biztos, hogy kapsz. Pedig bent jó büfé van. Tehát nem azért, mert ott van választék, ott bármi, ott nem tudsz olyat kérni, ami nincs szinte. Nagyon egyszer voltunk mostanában, tehát nem azt mondom, hogy minden héten oda járunk. De mindegy, és akkor... És... Hogy? Ja, nem voltam én meg kétszer. Jó van ez. Na mindegy, szóval azt érzem, hogy elmondjuk igen ezeket a tök jó ötleteket, és már így látom magam előtt, hogy igen, be lenne írva, hogy jól sztárgál. És mikor kezdődik a szavazás? Én tolok egyet a Bodóra. Meg mostanában egyet. Szoktam beszélni egy játékosnak az apukájával, aki azt mondta, hogy itt nem érdek az, hogy fejlődjön a dolog. Bocsánat, nem a Godóra mondtam, Bodóra. Uh-huh. Godót értettem. Az is jó egyébként, egy öreg fiú korszergála. Az is jó, az automatikus kéne, hogy legyen. Tehát, hogy közte egy nem egy showelem, a szaporói hősök, a mit tudom én, a 15-ös főjúk. A 89-es döntő játékos. Bármi, mit tudom én. És akkor tényleg a... Vagy hogy hiányoltuk, hogy itt nem járnak utánpótlás korosztályok a felnőtt csapat meccseire, tehát nincs meg az a motiváció, hogy ide akarok bekerülni, és oda fölnézek rá, hogy oda akarok bekerülni. A Linköping meccsei minden harmadszünetben, vagy minden második harmadszünetben az U8-U10 játszott a jégen. Nekik az milyen élmény lehet egy telt ház előtt kikorizni, és ott pöttyögni? Hát igen, de megint idehoztad a svéd bajnokság, ami nem baj, mert ez a szervezettség része, de ebből lesz az a játékos, akiről annak idején beszéltünk, hogy jobban akar válni. Ezt itt is így meg van. Kell csinálni. Mondjuk 100 ember elé korsajázik ki, de akkor is. Tehát. Jó, de most korizzon ki 100 ember elé, de azt a 100 embert is, ha most lehúzod közepesre a fényt, érted? És csinálsz mellé egy kis hangulatot, egy pici zenét beraksz a szünetbe, olyat, hogy a gyerekek nem tudja. Érted? Tehát azt 100 nézőt is valahogy... De nem is kell, mert azt mondom, hogy a Linköpingnél ez megvolt, de a szurkolók nem reagáltak semmit. Nálunk, hogyha van ilyen, a kis golcsolnak, szurkolunk. Akkor óriás jó figyelj, de várj egy picit, mondok valamit. 100 néző elé korizik ki? Nem. Mert ott van a két csapat, gyerekeinek minimum egy szülő. Most nincs. Mert nincs ilyen meccs. Ugye? Mert akkor már kapásból nem 100 néző lesz, hanem 150. Lehet, hogy elviszik a tesót, mert nem tudják kire hagyni. Akkor már lehet, hogy 200-an lesznek, ők menjenek be ingyen. Menjenek be ingyen. Egy válogatott torna, ami négy nemzet torna három csapattal, és utólag megtudtuk, hogy Dél-Korea lemondta, azért volt három csapatos, és nem négy, és nem jöttek a lengyelek. Ezt ne haragudj, hogy szabadba vágok, de ez fontos. Tehát, hogy egy héttel korábban a Vas Jankó a Digisport reggeli műsorában elmondta. Ez Vas, a Mifi. Vas Marci. Marci, bocsánat. Ja.
hogy ne teljen el műsor hiba nélkül, csak azért. Tehát, hogy a Marci elmondta ezt a Digisport reggeli műsorában, ez a mi figyelmünket elkerültem, mi utána úgy szittuk a rendszert, mint ahogy szoktuk, hogy el sem mondták, hogy na mindegy. A Muppet Show-ból a két vén ember, csak mi négyen vagyunk. Így van. De a lényeg az, hogy igen, tehát Dél-Koreában, bocsánat, igen, ne arra ugye, Albi, csak ezt el kellett mondanom, hogy ez nem utána mondták el. Ide térek ki, szerintem ez két nappal, nem egy héttel a torna előtt volt, hanem két nappal, de teljesen mindegy, nem menjünk ilyen részletekbe, hogy kiszámolja a napokat. Viszont akkor ezt miért nem lehet leírni a blogon, leírni a jégkorongnak a weboldalán, elmondani a Facebookon, hogy bocsánat, hogy csak három, de visszamondta. Tehát mit tudom, miért nem lehet ez több felületen? Én nem nézem a Duna TV-t éjjel-nappal. És ez a videó... Lána Digin volt. Én mit mondtam? Duna TV-t. Igen, D betűnél van mind a kettő. Ugyan egy hülyeség. És a lényeg, azt sem nézem. Csak amikor te megengedett, hogy nézzem. Figyelj, a gyerek benyomja a YouTube-ot, muszáj online néznem. Ez az adás hozzám a torna után három nappal jutott el. Hozzám is. Hát meg akkor, az adás után három nappal. Akkor így van. Akkor honnan kellett volna tudnom? Ó, ezt csak mondom, a tényszerűség kedvéért. De mondjuk meghívtunk egy olyan válogatott, aki az elmúlt három évben a VB-től kezdve minden tornát lemondott. Abban már veszélyes megyek. De volna az érteket, vagy valakit. Állítólag ígérték, hogy jönnek. De nem ez a lényeg. Hol tartottál, Albi? Fogalmad. Nem tudom. Kavartuk a fejből a gondolatot. 4-sör, 3 unikum után nem tudom. 4-2. 4-2, gyerekek. 4-3. Üres kapu? Hát 5-5-szörre sikerült eltalálni. De mikor vitték le a kapust? 3-0-6 volt még vissza. Mondtam. Ez a Cooper, ha 3 gollal vezet 4-1-nél, 6 perccel a vége előtt leviszi a kapust. Tehát a 4-1 nem ide, az akar még 3 gólt lőni. Pék Gyurival videócsat elbiztos. Nagyon nagy, de mondjuk soha nem jön össze, de van amikor az, tehát hogy bátran. Négyszer ütöttek 5 centivel az üres kapu mellé. Azért 10 másodperc a vége előtt azért eltalálták, már akkor közelebb mentek. Azért viszont szárt. Na, jött egy kis pénz, meg holnap lesz sör. Kétfőn nem iszunk. Visszatérve, sokat lehetne tenni szerintem a magyar jégkorong, és akkor lehet, hogy ez egy picit válasz is az egyik hozzászólónkra, mert ő azt írta, hogy úgy gondolja, hogy sokan mindent megtesznek. Hát ez a mindennap, én úgy gondolom, hogy az kevés. Igen, és ami tény, és ezzel nem szabad, hogy mondjam, vitatkozni. Ugye mi mondjuk úgy, hogy már csípőből, zsigerből a Jégkorong Szövetséget és a ligát támadjuk, a Jégkorong Szövetségnek a kommunikációját támadjuk. Nem támadjuk. Elégedetlenkedünk. Lehet mondani bármit, hogy milyen jól csinálják, vagy hogy csinálják, de mindenre ott a válasz a nézőszámok. De azt akartam mondani, hogy abban viszont a Kerusznak is igaza van, és valószínűleg nagyon sok mindenkinek igaza van. És ezt nem lehet patika mérlegen kimérni, de a magyar jégkorong egyesületek, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, pont leszarják, hogy hány néző előtt játszanak. És engem ez bosszant a leginkább, mert nem biztos, hogy csak a Magyar Jégkorong Szövetségnek kell nézőket toboroznia. Az más kérdés, hogy ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy a Magyar Jégkorong Szövetségnek a magyar férfi felnőtt válogatott a terméke. Ott egyértelműen lemérhető, hogy így csökken a nézőszám. Akkor ez sikeres. Tehát nem sikeres, ergo biztosan mi vagyunk a bunkó parasztok, hogy belekötünk egy sikeres bizniszbe, de nem. Egy pannon ligán annól volt teltház a Pap Lászlóban, most van 1000 néző a tüskébe. Igen. Jó, lehet hozni. Hány ilyen pannon ligán voltunk, úristen. Szóval, és a klubok, igen, tehát a kluboknak jelenleg nem érdekük. Nem érdekük. Volt az a mondat, tudod, az ellenőrzésről befolyó állami pénzek. Pont ez jutott eszembe. Kávéházi csövegéssel. Igen, tehát, hogy tény. De a kluboknál nem hiszem el, hogy nincs rá igény. Valakiben.
úgy nem globál az FTC-ben. Egy. Hogy, mert ott, tehát beszélgetünk, szerencsére a kislesnek van egy olyan hozadéka, azon túlmenőleg, hogy most már az ország végkorong szerető szurkolói ismerik az arcunkat, mondjuk ezt még eddig nem láthatták. A bajszát mutogatja folyamatosan. Movemberre való tekintet. 15-6 éves lehettem, azt hat egyen láttam ilyeneket pénteket. Így, életemben először bajszat növesztettem, és hagytam meg. Ezt csak az adás kedvéért tettem meg egyébként. Teszem hozzá. Tehát, annyit fizessünk, hogy megtartsd. Annyit nem tudsz. Annyit nem tudsz. Most nyertem, ne viccelj. Én egy hete így járok dolgozni, kapom is. Szóval, hogy a kluboknál nem hiszem el, hogy nincs valaki, akit érdekel. És a kislesnek pont ez az egyik hozadéka, hogy a magyar égkorong szerető társadalom megismert minket arcról, de szerencsére, nagy szerencsénkre, nagyon sok olyan korábbi beszélgető partnerünk, aki nem a szurkoló, tehát nem a lelátóról, hanem a kispadról vagy a pályáról, ővelük, ha nem is napi szinten, de rendszeresen beszélgetünk. És van köztük olyan, aki tesz azért, hogy több szurkoló legyen. Pedig nem ő neki lenne a feladata. Nem egy, nem kettő ilyen van. Tehát minden klubnál van valaki, akit érdekel ez a dolog. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy van a Fradinál, van a Csíkszeredánál, van a Brassó, a Focnál, mindenhol van. Brassónál nincs. Bocs, megszakadtam, milyen... Biztos, hogy ott is van, csak az engem nem érdekel. Hát nagyon jól csinálta a sót. Még van köztisztasági felelős is a csapat. Ellenben valaki áthajtott a kerítésen egy tubust. Egy kukát. Nem mondom, hogy maguk voltak. Lehet, hogy az utca nép. Tud? Vagy. Szóval, hogy engedjük már azokat oda dolgozni, akik ezért tenni akarnak. Egy szórólappal, egy jobb büfével, egy... Szóval... Nem? De. Mit lehet erre mondani? Boldog karácsonyt? Mikulást előbb. Addig még jövünk, de... Mikulást. Elnézést kérünk mindenkitől, aki komoly témát várt a mai adástól. De azt gondolom, hogy a maga a téma az nagyon fontos, és esküszünk arra, hogy ahogy egyszer még régen, nagyon régen, több mint egy éve, azt mondtuk, hogy amíg téma van, kedvünk van és időnk van, addig lesz kisles. Az elmúlt időszakban hetente egyszer megjelentünk, többnyire hétfő délutánonként, és hoztunk hol jobb, hol kevésbé érdekesebb témákat. És de fix napon. Hoztuk ezt mind úgy, hogy hol jobban, hol kevésbé érdekesen tálaltuk. De egyébként bocsánat, nem tudok elmenni emellett a fix nap mellett egyébként, hogy négy ilyen idiótának is eszébe jutott, hogy nem kéne mindig ugyanakkor megjelenni. Tehát, hogy most komolyan. Hát nem? Nem logikus? Mi tanultunk más sportpodcastektől, a jobbaktól. Na mindegy, igen, menj, bocsánat, Fodros, nem. Az a baj, hogy most lezárnám ezt a beszélgetést, és mi folytatjuk majd adáson kívül. Jó, ne elfogyott a sörem. Akkor legyen egy Mikulás kupa. Na jó, tehát akkor köszönjük a mai beszélgetéshez a türelmeteket, a sört is. És kérem szépen azokat, akiket érdekel a magyar jégkorong jövője, hogy próbáljunk meg valamit kitalálni. Szétrolkodja az adást, nem baj. Szóval, hogy... Közel a szilveszter. További kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!